Játék C. Egy hely, ahová elvonulhatsz a világ elől, és játszhatsz egyet a magad módján. Sziasztok, Geri vagyok. Ha az aktuális Yu-Gi-Oh világában tevékenykedtél már, részt vettél versenyeken vagy online játszottál, biztos találkoztál már olyan szörnnyel, amitől különösen nehéz volt megszabadulni. Ezek szörnyen dühítő szituációk, főleg, hogyha nincs olyan lap a paklitban, ami képes lenne outolni azt a bizonyos szörnyet. Magyarul legyőzni. Ahelyett, hogy idegeskedünk az ilyen szörnyeken, mi lenne, ha mi magunk keresnénk olyan szörnyeket, amelyeket képesek vagyunk lehívni, és egy baromi erős protekciót adnak nekünk a párbajok közben. A mai videóban bemutatok 10 olyan szörnyet, amelyek unaffected-ek valamilyen képességekkel szemben. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy nem hatnak rá a bizonyos képességek. Ennek a videónak igény szerint lesz egy második része, amelyben bemutatok pár olyan szörnyet, amelyeket nem lehet megcélozni sem. Mindkét videóban brutális lényekről lesz szó, úgyhogy tartsatok velem! Cyber Dark and Dragon. A brutális 5000-es támadópontú fémrémség. Mivel tudom, hogy a Cyber, illetve a Machine egy igen közkedvelt pakli típus, így őt mindenképp indokoltnak találtam a listában. Ezt a kártyát csak fúziós idézni tudod, vagy pedig fel kell áldoznod hozzá egy 10-es vagy kisebb szintű Cyber Dark Fusion szörnyet, amire rá van szerelve egy Cyber End Dragon, és ezáltal leívhatod speciálisan. Ez a kártya abszolút unaffected az ellenfél aktiválódó képességeivel szemben. Ez pontosabban azt akarja jelenteni, hogy a folyamatos képességek sajnos még hatnak rajta, mint például egy skill drain, de ráaktiválni nem tud semmit az ellenfél. Valamint körönként egyszer bárki temetőjéből alácsatolhatsz egy szörnyet, és annyiszor támadhat, ahány rácsatolt kártya van. Kegyetlen szörny, hogyha sikerül kihoznod. First of the Dragons. Az egyik legkülönlegesebb és legszebb fúziós sárkány. Lehívásához két normál szörnyet kell összeolvasztanod. A támadópontja bár nem túl magas, ahhoz képest, hogy 9-es szintű, de ezt a kártyát csatában csak is normál szörnyen lehet elpusztítani, és a szörny képességekre abszolút unaffected. Performapal Oddice Metal Claw. Még mindig a fúziós vonalon maradunk. R5 rajongóként nagyon epik az az észrevétel, hogy a képet tekintve ez a kártya is a Silver Claw és az Oddice fúziója, akárcsak a Beastice Pendulum Dragon. Ez azonban még brutálisabb. Ezt a kártyát már nem lehet tovább fúziózni, hogyha a polimerizáció nevű kártyával hívtad le, akkor ez a szörny unaffected az ellenfél összes kártyájára, tehát gyakorlatilag minden hatástalan ellene. Valamint, ha kijelent egy támadást, minden szörny a térfeleden kap 300 támadópontot a csatafázis végéig, beleértve ezt a kártyát is. Na ez epic! A lehívásához amúgy egy Oddice és egy Performapal szörny kell, ha sikerül megoldanod egy polimerizációval, akkor onnantól igazából nyert ügyed van. The Arrival Cybers Atto Ignister. A jelenleg ismert leghatalmasabb Link szörny. A Vrains anime fénypontja. Az egyetlen hatos Link. Ebből a kártyából a pályán csak egyet irányíthatsz, annyiszor 1000 támadópontja van, ahány link mutatója volt a hozzá felhasznált lényeknek összesen. Ez a szörny is unaffected minden képességgel szemben az ellenfélnél, körönként egyszer megtargetolhatsz egy szörnyet az ellenfél térfelén, pusztítsd el, majd ennek a szörnynek a mutatója alá elhelyezhetsz egy Ignister tokent. Boss Monsternek is megállja a helyét, és mivel az Atto Ignister alapvetően egy konzisztens pakli, így könnyedén ki is lehet vele hozni. Giant Soldier of Steel. Emlékeztek még erre a kártyára? Milyen jó kis védelmi lap volt annak idején, nem de? Na, hát ez az Axis kártya ennek a felturbózott változata. Konkrétan 2-3-as rock típusú szörny kell a lehívásához, ez a szörny unaffected a többi szörny képességére a pályán. Körönként egyszer levonhatsz egy anyagot ez alól a kártya alól, majd a kör végéig kap 1000 védelmi pontot.
majd ha ez a képesség sikeresen aktiválódott, ebben a körben az ellenfél kártyái nem tudnak téged megsebezni. Ugye milyen epik védelem? A kompetitív metaformatban ugyan szörnyen gyenge, de én imádom azt a szituációt, amikor leülünk játszani a legelső régi old school lapokkal, és felturbózzuk kicsit a duelt pár könnyen lehívható, nem túl OP Xyz lappal. Na ez a szörny erre a célra tökéletes. Timaeus, the Knight of Destiny. A legendás lovagok fúziója. Ha valaki jól ki tudja őket kombózni, akkor ezzel a szörnyel különösen jól járhat a párbajban. Polimerizáció nélkül is le lehet hívni azáltal, hogy a három Legendary Knightot a temetőbe küldöd a pályáról. Természetesen ez a szörny is unaffected a többi kártyára a mezőn, körönként egyszer, ha ez a kártya csatázik, quick effect, ennek a szörnynek a támadópontja akkora lesz, mint a pályán lévő legmagasabb támadópontú szörny. Ezt gondolj bele, milyen epic kihasználni, ha például az ellenfélnek van egy kis 2000 támadópontú szörnye, meg egy 14000 támadópontú Arc Rebellionja. Rátámadsz a kisebb támadópontú szörnyre, majd feltöltöd az Arc Rebellion támadópontjával a sajátját. Hát ez instant OTK. Ráadásul, ha ez a szörny elpusztul, visszaidézi a három legendás lovagot tulajdonképpen bárhonnan a pályára. Number 59. Crewed Cook. Kiemelkedően említésre méltó kis Xyz szörny, ugyanis abszolút generic, tehát két, bármilyen négyes szintű szörnyből ki lehet hozni. Ez a kártya akkor unaffected minden más lapra, ha nem irányítasz rajta kívül más kártyát. Viszont körönként egyszer quick effectben elpusztíthatsz minden más kártyát ezen kívül egy materiálért cserébe a saját térfeleden, majd annyiszor 300 támadópontot kap a kör végéig, ahány kártya a temetőbe került. Nagyon brutálisan ki lehet használni, ha sok más fölös lapot tudsz pakolni a pályára, mert ez esetben az ellenfél körében lesz egy mindenre unaffected és jó magas támadópontú szörnyed. Underworld Goddess of the Closed World. Egy gyönyörűséges ötös linklap, amely majdnem olyan szép képességgel bír, mint amilyen az artworkje. Az a brutális ebben a szörnyben, hogy az egyik hozzákellő anyagot az ellenfél térfeléről is felhasználhatod. Ha ez a kártya link idéződött, negálhatod az összes lehetséges szörny képességét az ellenfél térfelén, ez a kártya unaffected az ellenfél aktiválódó képességeire, kivéve ha azok megtargetelik őt. És ez a feltétel teszi sajnos gyengébbé a többinél, viszont van még egy olyan quick effectje is, hogyha az ellenfél aktivál egy effektet, ami szörnyet idézne vissza a temetőből, akkor azt instant negálhatod, természetesen ezt körönként egyszer. Raid Raptor Ultimate Falcon. Szintén az Arc 5-ból a nagyon menő Shun karakterének brutális boss monsterje. Ezt a kártyát jellemzően rank-up-olni fogod a kisebb Raid Raptor Xyz-ekre, erre számos rank-emelő spell létezik az archetype-on belül is. Természetesen unaffected a többi kártyára a mezőn, valamint egy materiálért cserébe az ellenfél szörnyei veszítenek 1000 támadópontot, aztán az ellenfél nem aktiválhat onnantól kezdve kártyákat vagy effekteket. Illetve, ha ez alatt a kártya alatt Raid Raptor szörny van, akkor a következő képességet is megkapja, hogy az End Phase-ben az ellenfél szörnyei veszítenek még 1000 támadópontot, de ha nincs az ellenfélnek szörnye, ami tudna támadópontot veszteni, akkor veszít 1000 életpontot. Milyen hasznos lenne már ez a fajta mechanika a többi támadópont csökkentő képességnek is a játékban, nem? És végül következzen az utolsó kártya a listában, ami ráadásul a legújabb is, most jelent meg a Dimension Force boosterben, Psychic End Punisher. A Star Eater után az első használható és erős generic 11-es szintű szinkró. Ha az életpontot kevesebb vagy egyenlő, mint az ellenfeledé, akkor ez a szinkró idézett kártya unaffected az ellenfél aktiválódó képességeivel szemben. Körönként egyszer 1000 életpontért banisolhatsz egy szörnyet a saját térfeleden, és egy kártyát az ellenfél térfeléről. Valamint a csatafázis elején feltöltheted ennek a szörnynek a támadópontját az ellenfél és a te életpontod közti különbséggel. Eszméletlenül jó stratégiája van ennek a kártyának,
Nagyon jól kihasználja a saját első képességét, ha például 8000 életpontotok van még mindkettőtöknek, mert hogyha esetleg neked van több életpontod, azáltal, hogy téged megsebez, unaffected-dé teszi saját magát, a probléma csak az vele, hogy nem akármilyen pakli képes egy 11-es szinkró lehívásához kellő mezőt kirakni. Természetesen ezeken a kártyákon kívül vannak még bőven unaffected lapok, de én ezeket gondoltam kiemelni közülük. Ha tetszett ez a bemutató és kíváncsi lennél a második részére, akkor nyomj egy lájkot a videóra. Köszönöm szépen a megtekintést, sziasztok!